Kedves, szeretett testvérek! Egy másvallású emberrel találkoztam, és azt kérdezte tőlem, hogy igazából ebben, hogy az emberiség megölte Krisztust egy gyilkosságban, mit lehet ünnepelni? Miért kell erről egyáltalán megemlékezni? Miért nem próbáljuk elfelejteni az Isten gyilkosságot? Egyáltalán nem hízelgő az emberiségre az, ami nagy csütörtökön, nagy pénteken történt. És mégis megemlékezünk minden évben, sőt, egyházunk legszebb, legnagyobb, legértékesebb ünnepének tekintsük. Nem azért, amiért mit tettünk, hanem azért, amit Isten tett. Mert igazából Isten irántunk való szeretetét nagy csütörtökön, nagy pénteken érthetjük meg maga teljességében. Mi tenyereibe szeget verünk, és ő imádkozik értünk. És igazából nem az a fontos, hogy mi emberek mit teszünk, hiszen marék porból születtünk, esendők vagyunk, hanem az a lényeg, amit Isten tesz. Szeret, elfogad, irgalmas jósággal, újból és újból lehajol hozzánk. És mivel Istenünk képe felragyogott előttünk hitelesen, ezért mi, aki mindannyian Isten képére, hasonlatosságára születtünk, hát a Teremtőnknek, megváltónknak ez a szép vonása fel kellene ragyogjon a mi arcunkon is, a mindennapi életben. Irgalmas, felebaráti szeretet. És az a gyereknevelésbe, de a mindennapi életbe is újból és újból elé kell jöjjön. Templomba jövett, kaptam egy görkorcsolyát a diófa tövébe, és hát hogy jöjjön, a elveszítő, ha visszajön hozzám, és csinál 100 guggolást, kap egy puszit, egy görkorcsolyát. Ez jelenti a mindennapi életbe, hát, hogy tanultunk valamit Krisztustól. Nem kiabálunk, nem veszekedünk, hanem szépen lerendezzük. Mit jelent az, hogy tanulhattunk Krisztustól? A régebbi kollégák tudják jól, hogy fogadunk mi munkatársakat be. És hát ugye egyik héten befogadtunk egy kollégát a feleségével együtt, és a másik hét végére, hát bizony, berúgott. Na de gondoltuk, hogy na egyszer megtörtént, de aztán megtörtént még egyszer is. És harmadszor olyan csúf dolog lett, hogy felesége összepakolt, elment, a gyerekek sírva más lakásba kerestek otthont, és ugye hát reggel kollégák mondtak, hogy rúgjam ki ezt az embert. Emlékszem, bejöttem ide a templomba, Uram, most mit akarsz, mit tegyek? És a lelkem mélyén azt éreztem, hogy valahogy igazából a problémát meg kell oldani, nem lehet szőnyeg alá söperni, de irgalmas szeretettel azt az embert fel kéne emelni. Én tudtam jól, hogy mint pedagógus, bármit teszünk, mi mondunk, felnőttek, szülők, hát a gyerekek azt látják, és abból tanulnak. És azt is tudtam, hogy ezt az embert most így kirúgjuk, eldobjuk mint egy mocskos zsebkendőt, hogy gyerek ezt megtanulja, és azt mondja, hogy hát majd az ő férje, vagy felesége, vagy mit tudom én, ki a családból, mit tudom, ilyen rosszat vagy bűnös dolgot tesz, akkor mit lehet csinálni? Elítélni, eltaszítani, kidobni. És úgy gondoltam, hogy nekünk, mint pedagógusoknak ezt nem szabad ilyen jellegű tanítást adjunk. Felmentem ehhez az emberhez, már józan volt, és mondtam, nézd, én annyira szeretném, hogy talpra állj, hogy megszabadulj ettől a bűntől. Hogy újból legyen neked erőd, jókedved, mosolyogni,
szeretett beélni. Elején azt hitte, hogy talán viccelek, vagy gúnyolódok vele, de mondtam, nézd, ez annyira fontos, hogy egyik kezemet odaadnám érte. Azt mondja, ő nem tud, már volt már kétszer elvonókúrán, mondjuk ezt nem mondta nekünk, nem hiszi, hogy ő talpra tud állni. Hát mondom, Jézus Krisztus azt mondta, bármit kértek az atyától az én nevembe, megadom nektek. Hát most ez egy nagyon súlyos dolog. Hát minek kérhetnénk Istentől térjen állva? És olyan döbbenetes volt, mert valóban ez az ember letérgyelt, Szent Jónást végzett, feloldoztam, és elégtételül azt mondtam, hogy most akkor végezzel úgy, ahogy nagykönyvben leírja azt az elégtételt. Menjen el Zámra, az elvonókúrára. És vállalta az elégtételt, felhívtam a kórházat, ismertem az igazgatónőt, fogadta, beültünk az autóba, útközben végigmondtuk a rózsafűzért, megérkeztünk a kórházhoz. Míg töltötték a papírokat, én felhívtam a feleségét, mondtam, nézd, én nem kérhetem tőled azt, hogy béküljetek ki, azt nem akarom. De az, hogy imádkozz a férjedé, hogy legyen neki ereje szembenézni a saját hibáival is, meggyógyulni, megtisztulni, talpra állni, ezt kérhetem, és kérem is. Odaadtam a telefont, egyik sírt a telefon egyik végén, a másik végén. Aztán mondtam, most már eleget sírtak az én pénzemre, most már sírhatnak akár ingyen is. És felesége visszajött. És minden egyes áldott nap, vagy ő, vagy Balázs testvér, vagy én, kivittük az oltári szentséget neki kórházba. Imádkoztunk. A gyerekek 80 valamennyi levelet írtak, hogy nevelő bácsi, bízunk benne. Hisszük, hogy talpra tudsz állni. Gyógyulj meg! Szükségünk van rá. És ez az ember, mikor visszajött, a kolostor oldalára egy nagy papírra ki volt írva, hogy Isten hozott drága nevelő bácsink. És eltelt azóta több mint 15 év, ez az ember ma feleségével az egyik házunkat vezeti, és azért mertem így nyíltan elmondani, mert ő is ettől az oltártól is, de máshol is, ahol az alkohollal kapcsolatos problémákról kellett beszélni, nyíltan kiállt feleségével, és vállalt ezt a történetet, elmondta. Igen, mindez azért lehetséges, mert Krisztus meghalt a kereszten. Mert Krisztus a kereszten kimondta, hogy én hiszek bennetek. Tudom, hogy nem elveszettek vagytok. Nem a genetika, vagy nem tudom, te akaratoddal dönthetsz a szeretet mellett. És hogyha Jézus bízik az emberbe, ki vagyok én, ki vagy te testvérem, hogy elítéld a másikat. Persze tudom, tetteinknek megvan a következménye. Hívtak jó pár évvel ezelőtt Magyarországon, hogy tartsak egy kultúrházba előadást, vigyek gyerekeket, minden, egy egész esti előadást, a nagy kultúrházat kibérelték nekünk. Gyerekekkel elmentem, a gyerekek szerepeltek, én prédikáltam. Jó volt, szép volt. Ami engem meglepett, hogy a szervezők, ezek mind olyan, hogy mondjam, olyan marcona alakok voltak. Olyan, hát olyan, na, olyan, mint amikor valaki jön szembe az úton, vele átmész a túlsó oldalra. Tehát olyan nagy darab, kemény, de látszott az arcukon, mégis hogy mosolyogtak, nem tudom, emlékszem, hogy Marika, a kolléganőnk ott volt, és hát, hogy ezek az emberek mondták, hogy gyűjtik az adományt. Na mondta, ezek ti biztos nem gyűjtötök semmit. De mondtam, Marika, te ők hívtak, ők szervezték. Hát most mit mondjam, bízzunk bennük. És a vége lett az előadásnak, tényleg nagyon sok adomány gyűjt, minden szépen rendben volt, meghívtak egy pohár borra, leültünk, beszélgettünk, és az én kíváncsi voltam, hát kik vagytok ti? És kiderült, hogy mindannyian fegyencek, akik kiszabadultak a börtönből. És mondták, hogy hallgatták a gyermekek énekét ott bent a fegyenc, a börtönbe, ahol voltak. Olvasták a könyveinket, Szentírást, és úgy döntöttek, hogy mikor kiszabadultak 10-15 év
büntetés után, hogy ezen a módon, hogy szerveznek nekünk egy ilyen rendezvényt, szeretnék megköszönni a gyerekeknek és nekem, hogy mondjam, a remény hirdetjük ebbe a világba. Könnyekig meghatott. Azok a 4-5-ön voltak, volt olyan is, aki gyilkos volt, és nagyon hosszú éveket ült a börtönbe, de mindegyik legalább 10 évet volt ott bent. Igen, testvéreim, Jézus Krisztus hangját, az irgalom, a szeretet hangját hirdetnünk kell. És a reménytelen, a szomorú, a nagyon tragikus helyzetekben is valahol hinnünk kell, hogy van újrakezdés, van talpraállás, van remény. Nem azt mondja Jézus Krisztus vagy az egyház, hogy seperjük a szőnyeg alá a problémákat, és valami rózsaszín, csip-csirip, mit tudom, milyen világba éljünk. Nem, valóságban vannak problémák, vannak nehézségek. De nekünk nem a gonosz lélek útján kell járjunk, aki csak ítélkezik, aki mindenáron beszeretné bizonyítani a mennyei atya selejtett, teremtett, hogy pancser, hogy rossz ez a világ. Nekünk Jézus Krisztus útján kell járjunk, hogy a nagypéntekek ellenére is, a Golgoták ellenére is van remény, van feltámadás, van újrakezdés mindannyiunk számára. A Jézus húsvét hajnalán meg tudott bocsájtani Péternek, többieknek, akkor valamilyen módon mi is ezt az újrakezdést, ezt a reményt hordoznunk kell. Ez kell legyen a mi mindennapi egyenruhánk. Ezzel a reménnyel kell magunk felé a tükörbe nézzünk, vagy egymásra. Adja az Úr, hogy tényleg ez a húsvét üzenet átjárja mindannyiunk szívét. Jézus Krisztus egészen biztos, hogy nem csak 2000 évvel ezelőtt akart bevonulni Jeruzsálembe, ebbe a szentmisében is, a mostani virágvasárnapján is szeretne bevonulni a mi életünkbe, a mi családjaink, közösségünk életébe. Álljunk föl, és valljuk meg hitünket!